Idén 33 éves a Kisvárdai Magyar Színházak találkozója. Milyen élményeket őriz a fesztivállal kapcsolatosan? 71 óta lakok Kisvárdán, és az első olyan élmény, amit Kisvárdához kötődően én érzek, az mindig a fesztivál jut eszembe. Tehát pontosan érdekes, hogy a fiatal, hát már nem felnőttként, de még nem is gyerekként már, nekem az élményem mindig a színházak fesztiválja volt. Vártuk, hogy jöjjön a május-június, jöjjenek azok a színészek, akik korábban nem tudtunk találkozni csak a tévékbe. Kisvárdaként vártuk azt, hogy legyen egy fesztivál, kicsit pezsdüljön az élet. Mennyiben változott meg, vagy változik meg ez alatt az egy hét, tíz nap alatt a város élete? Van, aki az előadásokat várja. Tudok olyat, aki minden este, akár naponta többször is beül egy előadásra, és magába szívja azokat a színházi élményeket, amit lehet, hogy ilyen tömören máskor nem él meg. És vannak olyanok, akik inkább, pont amit az előbb említettem, hogy azt várja, hogy valami híresség jöjjön a városba, vagy valami hírességgel, vagy valaki hírességgel találkozott, és megemlítek egyébként, hogy Törőcsik Mari, ugye most a emlékét is, hogyha kicsit megemlíthetjük itt, amikor a városba jött, én emlékszem akkor arra az időszakra, hogy ez milyen érdekes volt, de számtalan színészt mondhatnánk, nem akarok senki mást kiemelni. Én azt gondolom, hogy a város várja, és reméljük, hogy jó házigazdája is vagyunk a fesztiválnak. Ha tényleg végignézzük a fesztivál történetét, az picit a magyar történelem is. Hiszen amikor elindult, akkor még azért kommunizmus volt, akkor még más volt ennek az értelme, akkor indok kellett, hogy egy kárpátaljai magyar, egy kárpátaljai társulat át tudjon jönni az anyaországba. Ugyanezt Kassáról beszélhetünk, vagy Szabadkáról. Akkor az volt az egyik célja ennek a fesztiválnak, hogy nemzetegyesítő erejével itt mutassuk meg magunkat a hármas határ szegletébe, hogy léteznek a világ több részén is olyan színházak, ahol magyar ajkúak, akkor az volt a feladat. Én emlékszem arra a fesztiválra, amikor torontóiak jöttek. És ugye aztán jött a rendszerváltás, jött a fallebontás, a berlini fallebontás, onnantól kezdve megváltozott egy picit a színház szerepe, hiszen már nem ez a szószoros értelmebe vett találkozunk itt, mint a Balatonon a keletnémetek, hanem már azért valami megindult, de még mindig nem volt könnyű az átjárás, hiszen még mindig voltak határok, még emlékszem, hogy jön át a kamion, kell-e vámot fizetnie, vagy nem, kell-e biztosítékot adni, vagy nem, és most meg már teljesen más megint a szerepe. Nem az a célja, hogy megmutassák magukat a határon túli színházak, mert azt tudjuk, hogy van. Köszönhet ennek a fesztiválnak, az internetnek, a kinyílt világnak, hanem az, hogy tanuljunk tőlük. Most már eljutottunk oda, hogy azok a körülmények, amik a városban vannak, a négycsillagos szálloda, hogy mennyire várjuk vissza a várszínpadot, ráadásul nem csak egy színpadot kapunk, hanem kettőt. Tehát lesz egy benti színpad, ahol kamara előadások lehetnek, és lesz a várnak ha most szembeállunk a vár a jobb oldalán, egy nagy színpad. Tehát azt gondolom, eleve rögtön most kettőt fogunk kapni. De igen, jól mondja, hogy mint minden egyes, most már 33 éve működő valaminek, legyen ez bármilyen termék, és valahol ez egy termék, a brandjének nem elég csak a név, hanem a fejlődést is meg kell, hogy mutass. És azt gondolom, hogy az utóbbi években főleg ezt látom.